Oké, most ilyen lesz. Fura hajam, mindegy, fos voltam fodrásznál. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy tag videó lesz, mégpedig a Népszerűtlen Vélemények könyves tag. Amit egyébként már egyszer régességen megcsináltam, csak nem YouTube videó formájában, hanem amikor még ilyen mondhatni könyves blogot csináltam így néha napján, akkor egyszer ezt a teget kitöltöttem, és most így évek múlva kitöltöm újra. Úgyhogy nézzük is a kérdéseket. Az első kérdés: egy népszerű könyv vagy sorozat, ami neked nem tetszett. Ide most Jane Austen-től választottam az Értelem és érzelmet, ugyanis talán tudomásom szerint ez egy nagyon kedvelt Jane Austen könyv, és körülbelül majdnem mindenki így ezt az első egy-kettő legjobb Jane Austen könyvek közé sorolja, míg én nekem ez volt a legrosszabb olvasási élményem Austen-től, mert ez a könyv majdnem egy hónapomba telt, hogy kiolvassam, és nagyon-nagyon nem jött át. A végét amúgy is úgy olvastam, hogy már csak így minden oldalról pár szót, mert egyszerűen nem bírtam végigolvasni, nagyon szenvedtem alatta, úgyhogy ez nagyon nem jött be. Csak egy rossz van azzal, hogy anya ide pakolta a virágokat, hogy nem bírom már rátenni az ablakpárkányról a könyveket. Nem baj, most még nem fűtünk, addig jó a radiátor is. Második kérdés: egy népszerű könyv vagy sorozat, amit mindenki más utál, de te szereted? Erre egy John Green könyvet választottam, mert amikor én ezt olvastam és így nézegettem az értékeléseket, akkor Goodreads-en azt vettem észre, hogy ezt a könyvet nagyon sokan nem szeretik, meg körülbelül ez az egyik legkevésbé kedvelt John Green könyv talán, és nekem viszont az egyik kedvencem, tehát én ezt nagyon szerettem, mert kicsit más kaliberű volt, mint az összes többi könyv, így a tragikus szál szempontjából kicsit kellemesebb volt. Ez pedig a Catherine a köbön, mert egy nagyon szórakoztató, könnyedebb John Green könyv, és ilyen nyáron játszódik, utazgatós, autózós, és nagyon jó a hangulata. Láttam róla elég véres kritikákat, úgyhogy másoknak annyira nem jött be. Nem szeretek fodrász után videót felvenni, de valahogy mindig így jön össze. Következő kérdésünk: egy szerelmi háromszög, ahol a főszereplő nem azzal jön össze, akivel te szeretnéd. Na, ezzel a kérdéssel kezdjük ott, hogy ott van a probléma, hogy szerelmi háromszög, mert nem vagyok a szerelmi háromszögek nagy támogatója. De hát elég sok könyvben bele lehet futni, és az a könyv, amiben nagyon irritált a szerelmi háromszög, mert én... Mert általában a szerelmi háromszögek nem szoktak érdekelni, mert akkor úgy vagyok vele, hogy ezt hagyjuk már, légy szín, nem érdekel. Viszont ebben a könyvben, mégpedig az ötödik hullámban, ebben nem is tudom, hogy olyan tipikus szerelmi háromszög volt, de az a lényeg, hogy nem azzal a szereplővel jött össze. Nem az a két szereplő jött össze, akiket én szerettem volna, és ez spoileres lesz, mert ugye ebben az egész sorozatra nézve Cassie Evan-nel jön össze, úgy mondhatni, és én, hát most a filmet azt előbb láttam, igen, mindegy, de én Cassie-t Ben-nel shippeltem végig az egész sorozaton át, és nekem nem tetszett a végkifejlet, úgyhogy nem tetszett a szerelmi háromszög se alapból se, de amúgy se. Tehát, hogy semmilyen szempontból nem volt ez a szerelmi háromszög jó. Negyedik kérdés, itt lesz izgalmas a dolog, mert eddig még talán olyan nagyon megosztó dolgokat nem mondtam, de a negyedik kérdés: egy népszerű vagy szeretett szereplő, akit te nem igazán kedvelsz. Erre az egyik klasszikus példám, így saját magam szempontjából, az a Csontvárosból Jace és Clary, mert én tudom, hogy őket mindenki imádja, így mindenféle módon, egy párként külön-külön, szóval mindegy, főleg Jace, de én nem. Én őket így nem bírtam egyáltalán, de ugye ez nem is annyira vagyok a végzetereknek nagy fanja, úgyhogy ebből a szempontból talán jobb példa erre egy Rick Riordan könyv, mert hát ugye Rick Riordan kb. A kedvenc íróm, és nagyon szeretem a Percy Jackson könyveket, meg mind az Olympus-t, meg mindent, és az a helyzet, hogy én Jason Grace-t a mai napig nem tudtam megkedvelni úgy igazán, úgy tényleg,
mert mikor én elolvastam az elveszett hős, nekem azonnal az volt Jasonnal kapcsolatban az érzésem, hogy ő egy ilyen második Percy, és így nem tudtam megkedvelni, de... És nem azt mondom, hogy utálom, mert nem utálom Jason, csak így nekem nem tetszett, hogy túl sokat volt benne az Olympus hőseiben, és elvette így a többi általam jobban kedvenc szereplőtől az időt. Szóval sajnos Jason Grace nem tartozik a top kedvenc szereplőim közé. Még a Trials of Apollo után se. A következő kérdésünk az ötödik. Egy népszerű műfaj, amit te nem igazán olvasol. Szerintem nagyon sok műfajt nem olvasok egyébként, de nem azért, mert én nem szeretném, hanem csak úgy alapjáraton nem olyan könyvek között nézelődök. Tehát, hogy nem azért lenne, mert nem szeretem, hanem csak úgy nem. De egy olyan műfaj, amit azért próbálok úgy nagyjából kerülni, mert tudom, hogy azzal mindig bajaim vannak, az az echte romantikus könyvek. Ha valami más fedő műfaja van, és azon belül romantikus, az még esetleg elmegy, mondjuk akkor is attól függ, hogy mennyire viszik túlzásba a sztori szempontjából a romantikus részt, meg néha jó úgy konkrét a romantikus könyvet olvasni, de amúgy ilyen nagyon-nagyon romantikus könyveket nem bírok olvasni. Tényleg az ilyen nyálas, csöpögős, elejétől végéig csak a romantika a lényeg benne, meg mindent, tehát hogy az nem az én műfajom nagyon. Hatodik kérdés. Egy népszerű szerző, akit nem igazán sikerült megszeretned, visszaugrunk a Csontvárosra, mert Cassandra Clare-rel nem fogok kijönni soha. A végzetereken végigraktam magamat, de több Cassandra Clare könyvet nem nagyon szeretnék a kezembe venni, mert az írói stílusa nem teljesen jött be. Sok volt a hasonlat. Nagyon sok volt a hasonlat. Hetedik kérdés. Egy népszerű toposz, amiből bár eleged van, ezt már említettem a mai videóban, ez pedig nem más, mint a szerelmi háromszög, mert a szerelmi háromszögektől herótot tudok kapni. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy meglátom a szerelmi háromszögnek így a lehetőségét egy könyvet, vagy azt írják egy könyvnek a hátuljára, hogy szerelmi háromszög van, abban a pillanatban, mint hogyha égetne, akkor így eldobom, hogy nem, ezt köszönöm. Ebből nem kérek. Na, a következőért fogom kapni megint az ívet. Tehát állok elébe. Egy népszerű sorozat, ami teljesen hidegen hagy. Nem egy sorozatot fogok mondani, hanem egy írót, akinek így az összes sorozata hidegen hagy. Ez pedig Sarah J. Maas, nem tudom, hogy kell kimondani a könyvizé nevét. Mert se az Üvegtron sorozat, se a Tüskék és Rózsák udvara sorozat egyáltalán nem érdekel, és tudom, hogy próbáltok rávenni, hogy olvassam el, de higgyétek el, nektek se lenne jó, meg nekem se lenne jó, hogyha elolvasnám őket, úgyhogy inkább nem. Kínzom. Kínzok senkit. Nem kínzok senkit, tényleg. Higgyétek el, hogy mindenki jobban jár így. 9. és egyben utolsó kérdés. Azt mondják, a könyv mindig jobb, mint a film. Mégis, melyik az a sorozat vagy filmadaptáció, ami jobban tetszett, mint a könyv? Erre továbbra is egy példát tudok mondani, van pár film, ami egyébként jobban tetszett, mint a könyv, de a Duff, a Pótkerék című könyvnek a film verziója nekem sokkal jobban tetszett, mégpedig azért, mert a film annyiban különbözött a könyvtől, hogy a könyv tipikusan egy olyan fajta könyv volt, egy olyan fajta ilyen romantikus könyv, amit én nem bírok. Tehát, hogy olyan dolgok történtek benne, amitől csak forgattam végig a szemem a könyvben. A film meg egy tipikus rom-com vonalat vett föl, és az azért tetszett. Tehát, hogy a könyvhez képest a film nekem azért tetszett sokkal jobban. Tehát a könyv az egy nehezen végigrágós volt számomra, és nem is szeretném soha többé elolvasni. Viszont a filmet megimádom. Ez volt a Népszerűtlen Vélemények könyves tag. Ha szeretnétek, akkor kommentben ti is válaszoljátok meg a kérdéseket. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!